Tóth Benedek kirakta a sztoriában, hogy na, csak megjöttek a Manin fanbolyok, istenetek szólott, követni kell, mint a Biblia, neki nem tetszett, nektek se tetszhet, sőt, senki másnak sem, hiszen egy zenéhez nem értő ember véleményt mondott a magyar YouTube legkárosabb community-je. Igen, ő mondta ezt, és idés írta az egy facts. Tóth Benedek megmondta, hogy ezek tények. Unblockolt Instáról, ezt a saját Instámról screenáltam, mondjuk elég fura. Micsoda egyedi és zenéleg edukált személy ő. Goofy A videót látta, vagy biztos, hogy látta videót a Benedek. De tök sok építőjellegű dolgot is mondtam benne szerintem. És azt mondtam, hogy a keverés nem olyan rossz. Azért unblockolt, hogy nézegesse a sztoriaimat. Ez lehet. Arra várt, hogy mivel most rólam van szó, azért gyorsan unblockol. És akkor így majd ki tudja rakni sztoriba, hogy beszélek megint streambe. Mert ugye általában mindig jól működik az, hogyha rólam rak ki egy sztorit, nem törli utána. Pedig a Tóth családnál már eléggé bevett tematika ez, hogy a családi ebédnél az én streamemet nézik. Jó étvágyat a vacsorázás és a streamhez, igen, igen. Micsoda? Laura és Norman, elvittem Curtisnek az új dalom. A Norman csinált egy zenét, geci. Azt is meg fogom hallgatni. Ajajajajaj. És ugyanazt az ágyat néztük ki, mint én. Nyilván csipkelődtünk. Hogy lehet így beszélni, ember? És még drogokat se kapnak, szóval biztos, hogy nincs szereken. Itt van, itt idése 24-es streamet. Kajak szponzorálja az RTL a Dancsót. Azt ott láthatsz olyan dolgokat is, amiket a tévében nem? Itt a zenéje. Az első szerzeménye Normannak. Nézzük. Hülyének néztek, félváró veszed, jelenlétem be mindenki reszket, ez vagyok én, hát kényszer, istenek üvedesen ős, szét kell törjem, bemegyünk klubba, szempárok rajtam, felettem az ég is, tárfitjár újra, pénzek a szépbe, órák a kézen, ha megszólalok, életek a szépet, ti, stúdióba öltönyben, mi is a hívás. Stúdióba öltönyben, jó kis OTL referencia, egy logopédus referencia is jöhetne. Batek, tízbe, ha ez a két gyerek megszólal, a verzébe húzzák a formákat, azonnal lépek, fiát nem kérek, spannom a jövök, csajok megnéznek, jönnek a srácok, piáznak élnek, de élet vite, az kicsikét sincsen, körözünk a téren, csajokat érben, rendőrök néznek, gilincs a kéze, lekérdeztes jó, mi sem érti, a sikerünk titkát felébe szarjuk, ketrezbe zárva, jön meg a sziklet, fiatalon is, vett az élet, széttépem a láncot, mi szorítja szíved, ennyi volt a szöveg, mi szorítja szíved. Azt a rohadt! Ez nem volt túl jó, erre mit fog mondani a Curtis? Világomban már nem kötöttnek belém. Ez az utca nekem, ez a játszott ér. Kicsi vagyok, de ezt elfelejtetnéd, mert az interneten mindenki engem néz. A világomban már nem kötöttnek belém. Az irigyeknek mondom, hogy fent minden tiszta. Annyi ember van a földön, de nagy az álca, ha belül van egy börtön. Tör ki végre, tegyél érte, mozdulj meg, hogy a végén megérje. A világomban már nem kötöttnek belém. Amúgy, figyelj, ez mikori 2021-es videó? Hát egy év alatt csak visszafele fejlődött, mert itt még lehetett érteni a szöveget. Ennek miért kell benne lenni a videóban? Ennek mi köze van a címhez? Semmi. Már kettő különböző helyet mutatnak, ahol elmentek nyaralni, drónfelvételek és ennyi. Most, hogyha drónfelvételeket akarnék nézni a világ szép helyeiről, akkor beírnám a Google-ba és megnézném ott. Ennyit utazott, hogy elvigye a dalt Curtisnek. Körbejárt a világot, aztán megtalálta Curtis Kolumbiában. Micsoda véletlen! És milyen 13 évesnek lenni? Egyébként ez ilyen, nem tudom, ilyen nagyobbnak érzem magam. Ó! Igazából azt gondoltam, azt fogod mondani, hogy ugyanolyan, mint a 12 éves. Nem, így nagyobbnak érzem magam. De hát most ugye pont ma kitettem az Instára egy képet, mikor én kicsi voltál, aztán nagyobb, aztán még nagyobb. Aztán ez csak az utolsó képen, ez csak egy kész csaj letté, hallod, elképesztő. Kész csaj lett belőle, 13 évesen már nagyon nagy, nagyobbnak érzi magát. Az a baj, hogy már 7 éves kora óta kimarakva az internetre, vagy nem tudom hány éves kora óta van kirakva az internetre, de Wendell az már élezi a fülét így. Mi van Wendellel? Semmi, egyszer azt mondta, megöli magát. Raptor, kösz szépen a szabot! Egyszer azt mondta, hogy megöli magát, aztán azt, hogy feljelent engem, aztán abból nem lett semmi, aztán eltűnt az internetről. És most már YouTube csatornájuk is törölve van, hál' Istennek, meg a Twitch-ről is ki vannak bannolva. Szóval ez egy nagyon jó dolog volt.
Good ending. Ez volt a good ending. Ülök egyedül, érted a kocsiba. Addig is elmondom nektek, hogy mit fogunk most csinálni. Kimegyünk ott. Ő fog vezetni. 14 évesen beül a Teslába és beköti magát. Imagine. Álmodni jó dolog. Itt vagy a budibuszba? Beültél? Beültem. Nem értem, miért kellett hozni ezt a nagy kamerát, meg nem értem, hogy minek kellett jönnöm, meg mondd már, hogy hova megyünk. Nem mennek sehova, nem vezethet. Kösd be magad, az fontos. És most te fogsz vezetni? Én fogok vezetni. Biztos, hogy nem, én mindjárt kiszállok innen. Akkor indulhatunk? De... Le ne vidd a kaput. Nem terveztem, tesó. Na, szóval tulajdonképpen miért kellett hoznom ezt a nagy kamerát? Mi van? De ő nem vezethet. Ő nem biztos, hogy nem ő vezetett. Tolatott 2 métert, és vágás, és máshol vannak. Tudja, hogy van még velük valaki, és az most kiszállt. Én ezt nem hiszem el, hogy ő vezetett volna. Ott van anya a kocsi mögött, igen? Azért, mert szeretnék egy kicsit gyakorolni. Tudod, a zenét, amit írtam már, elmondtam neked egyszer, igen, kétszer. Gondoltam, hogy nem a vezetés. Hát egy ilyen talált beatre, tudod, mert a kört... Közúton megy a Norman! A Teslával! A felvétel közúti forgalom elől elzárt magánúton történt. A felvétel során minden hatályos jogszabályi rendelkedést betartottunk. A felvételen látottak ellenére nem valósult meg a kiskorú részéről önálló gépjármű vezetés, ez kizárólag a vágások és a felvétel készítés technológiája miatt tűnthet így. Azért jogilag nagyon ott van a silló. Tudja a törvényeket, tudja, hogy mit kell írni a leírásba, de én azért ezt nem hiszem el. Találkozni meg ilyesmi, jó, az nyilván még nem most lesz, de addig is szeretném magam fejleszteni, írni egy zenét, tudod megmutatni neki, hogy minél többet kihozni magamból. Na és megérkeztünk a ligethez. Igazából, itt vagyunk, Leo. Csinálhatjuk? A Geri húzta őket. Srácok, ilyet ti ne csináljatok, nem szabad, mi sem. Közúton jöttünk, ahol autók járnak. A kertek alatt jártunk mi is, és ne vigyétek el egyáltalán sehova se anyukátok, apukátok kocsiját, mert ez nem jó dolog. A Normi nagyon rossz gyerek. És még el is mondja, hogy ez rossz dolog, és ne vigyétek el a szüleitek autóját. És nem közúton mentek. Hát de közúton mentek? Szerintem. Olyan nincs, hogy nem közúton mentek, csak úgy lehet eljutni oda. Ezt nem hiszem el. Fel volt festve a sáv, ja. A háttérben keresem az anyukát, hogy nem-e ott van, és hogy tényleg ő vezetett, vagy valami, de nem látok ott senkit rajtuk kívül. Életvite, az kicsikét sincsen, körözünk a télen, csajok a térben, rendőrök néznek, gilincsek kézre, lekérdeztesünk, mi sem értjük, a sikerünk titkát felébe szarjuk. Faszom, kiskorú gyerekek Teslát vezetnek. Szerintem. És ezt így mutatják is amúgy, tehát... Már az, hogy beültek az autóba, és oda teleportáltak volna egy vágással, már az is gyanús lett volna, de hogy így bazd meg, ez nagyon-nagyon gáz. Tehát a Geri vágja ezeket a videókat, őnek ő se gondolkodik amúgy, vagy Geri, tehát neked ez megéri, vagy hogy így nem mondod el a véleményedet a dolgokról, mert én ezt nem tudom elhinni, hogy a Geri ezt így kiadta a kezei közül. Vagy lehet, hogy ezt nem ő vágta, vagy nem tudom, de autopiloton volt a kocsi. Hát Albert is ilyen kurva sok autopilotot fog csinálni neked a Tesla. Valószínűleg nem is fog működni. Hát az autopilot szerintem Magyarországon nem is működik még. Javítottál rajta? Finomítottál rajta? Ja. Ez olyan, mint hogyha te elmennél mondjuk egy Ki van nyomtatva? Ronaldóhoz például focileckét kérni, vagy ilyesmi, vagy megmutat. Olyan, mintha elmenne a Ronaldóhoz focileckét írni. Hát azért, na, szerintem a Curtis az nem a magyar zeneiparnak a Ronaldója, de... Jó, oké, nyeljük le szerintem. A Curtis-el fog stúdiózni, meg kiadója lesz a gyereknek mindjárt. Apa mindent elintéz. Új, de jól néz ki, gyerekek! Na ez már igen. Ez már valami. Na, és mit jelent? Hogy az utat keresne a kifogásokat. Mi kurva nagy mondat? Mióta kijött a videótok, a Magyar Református Szeretett Szolgált kívánságlistájáról, melyben mély szegénységben élő gyerekeket támogattatok, azóta 309 kívánság teljesít, ami nektek is köszönhető. Feláll a szőr a kezemen, gyerekek! 309! Első értelmes rész a videóba, de jó? Csak 14 percet vártunk rá. Ezeket a hú de jó ember vagyok, felajánlom a pénzt a szegényeknek, mert nekem sok van type dolgokat, ezeket amúgy off the grid is lehet csinálni. Nem kell kirakni őket a YouTube-ra feltétlenül. Gondolom nekem nem hozhatok egy ilyen pólót az én méretembe. Hát sajnos nem hoztunk, de... Mi? Abban nem gyártják, nincsenek akkor a gyerekek.
Még helyzet van. Be kell gyakorolni rendesen. Apának is van feladata, mert van egy fizetős program, amit le kell tölteni, ami gondolom, majd a szpon, majd ott a zseb. Jó is, jó helyen turkálsz a zsebedbe. Meg kell venni, egyébként nem drága. Meg kell venni az FL stúdiót. Stúdiót, hogy otthon be tudja gyakorolni, igen, fel tudja demozni, én megintézem, nekem is házi feladat, én január első két hetére valamikor belövök egy napot, és akkor elmém stúdiózni a barátomhoz, aztán meglátjuk, hogy mi lesz ebből. Jaj, ne! Stúdiózni fognak a Curtis-szel, a Normanék. Úristen, hallod, itt mi lesz? Nagyon várom, nagyon várom! Mit tanácsolsz egyébként a fejeknek, hogy addig is mi legyen? Gyakoroljon, gyakoroljon! Hát ne izguljon így, mint most. Egy rapsztár nem izgul. Csak kokainozik, kurva sokat! Így képzeld el a rappereket a Silló? Mekkora boomer, geci? Egy csácsú, mit tesó! Ahogy zsanázod a dolgokat, írtam! Zsanázod a dolgokat! Ő lesz az új Bass Gang tag! Mehet a túlbanyadekékkel zenélni, amúgy pont oda illik. Peskő, kaviár, kurvák! Nem elég egy több, mint egy szúrnám! Én... Ez nagyon aljas. Ez nagyon-nagyon-nagyon aljas. 14 évesen én nem énekeltem ilyeneket az apukámmal. Eszméletlen nagy problémák vannak. Több, mint valószínű. Hogy abban a 95 ezer megtekintésből 90 ezer biztosan nem múlt el 18 éves. És gyerekeknek ezt mutatjuk, hogy ellopjuk az apa Tesláját, pezsgő, kaviár, kurvák, kokain. Nagyon jó, tényleg. Laura és Norman videóban káromkodás hallok, az azért elég szürreális. És meg a landbox.hu is ott van, ahol konkrétan hirdetjük a gyerekeknek azt, hogy vegyenek egy dobozt, vetessék meg a szülékkel azt a dobozt, amiben nem tudják, hogy mi van. Vagyis lehet benne jó is, de nyilván legtöbbször nem lesz. Örventem ennek a videónak, szuper volt, nagyon jó volt végignézni ezt. Úristen, A felvétel kizárólagos tulajdonosai mi vagyunk. Szerzőjog kizárólag minket illet, nem járulunk hozzá semmilyen átdolgozáshoz, átvételhez. A felvétel közúti forgalom elől elzárt magánúton történt. A felvétel során minden hatályos jogszabályi rendelkedést betartottunk. Kis karácsony, nagy karácsony, kis ütem már a galácsony. Kellékpénz.hu. Még a prop money is szponzor, vágod? Nem vették meg a prop money-t. Miért csinálom ezt magammal? Megéri ezekre a tartalmakra reagálni? Hát... Na, az embereknek tetszik, pénzt is kapok belőle. Az idegrendszerem meg rottyom van sokszor, de figyelj! It do be like that. Szia manin, ha elfogyott a manit, csak szóljád, donételek százat, majd amit lesz, majd elszórjád, de ami a lényeg, hogy a mai streambe kerüljek be, kicsit hamis, te vagy a legjobb az egész kerületbe.